Sziasztok! Megvan az a jelenet a Vasemberből, amikor Tony Stark hegeszti a páncélját a műhelyében, és láthatjuk, ahogy a kezdeti próbálkozások nem igazán sikerülnek jól. Ez általában a valóságban is így van. Ha alkot valamit az ember, az ritkán jön össze elsőre. Előtte van egy tesztelési, kísérletezési szakasz, aminek a végeredményei rendszerint a selejtlistán kötnek ki. Nem büszkélkedünk, nem kérkedünk velük, csak kidobjuk vagy félrerakjuk őket valahova, és nem foglalkozunk velük többé. Pontosan így járt a világ teremtője is a Jericho című játék szerint. Nem viccelek. A tévedhetetlen, mindent tudó, mindenhol jelenlévő Isten az ember teremtését először jól elbaszta, és egy olyan démoni lényt alkotott, melyet elpusztítani se tudott, vagy nem akart, Isten tudja. Szó szerint. Ezért inkább bezárta egy doboz nevű helyre, ahol aztán a kis dög az idők végezetéig kereshette a wifit. Az persze berágott és rendszeresen próbált kiszabadulni, amit rendszeresen vissza is vert az egyház non-profit szervezete, a The Department of Occult Warfare, röviden DOV, azzal, hogy egy csapat természetfeletti képességekkel rendelkező katonát küldött a dobozba, akik szépen visszarugdosták a Firstborn-t, vagyis ezt az előbb említett elcseszett emberszerű izét. A Firstborn ismét ki akar törni, így egy újabb DOV különítményen a Jericho osztagon van a sor, hogy behatoljon Alkali városába, ami összekapcsolódik valahogy a dobozzal, melyet egy korábbi DOV tag ki akar nyitni. Ezt kell megakadályozniuk különleges képességeik és rengeteg gépfegyver segítségével. Erről szól a 2007-es Clive Barker's Jericho című játék, aminek az írói valószínűleg vénásan belőtték magukba Marilyn Mansont, majd elszívtak 3 polcnyi C-kategóriás akciófilmet. Elképesztő baromság az egész, de mégis annyira kreatív, hogy egyszerűen nem lehet elmenni mellette, és akkor még csak a történetről volt szó, nem magáról a játékról. Pedig az is megér egy misét a pokolban. Egy mezei FPS-ről van szó, aminek az érdekessége a 7, vagy pontosabban 6 fő karakter, akiket irányíthatunk. Az első Ross, a főnök, igazából csak egy tutorial karakter, az első néhány pályán vele leszünk, és azon kívül, hogy nagyon állat fegyvere van, fel tudja éleszteni az elesett bajtársait. A másik képességére akkor derül fény, amikor a játék egyik szadomazó szökevénye egy átvezetőben úgy kikeni a képét, hogy nem éli túl. Legalábbis a teste. A lelke viszont ezután szabadon meg tudja szállni a társait, ezzel lehetővé téve számunkra, hogy mindenki felett átvehessük az irányítást. És ezzel azt is megoldja a játék, hogy minden karakterrel lehessen élezgetni a társainkat. Hey, congratulations, Abby! Now you finally know what it's like to have a man inside you! Fuck you! A 7 karakter teljesen egyedi, bár nem kell azért egy Lost Vikings-re számítani, a Jericho nem fog átmenni puzzle játékba, de minden karakternek megvan a maga haszna. A történet szempontjából mindegyiküknek bőven jut szerep, ellenben játékmenet tekintetében már változó, hogy melyikük mennyire effektív. Mivel számomra mindennél fontosabb a nézettség és a lájkok, ezért egy olyan formulában szeretném bemutatni őket, ami nagyon népszerű a YouTube-on, Power Ranking the Jericho's Characters from Worst to Best, Number 6, Church. A dögös fiatal vérmágus egy katonával és egy automata pisztollyal van felszerelve, utóbbi konkrétan szart se ér, ellenben a karddal azért tud aprítani, különösen ha kombinálja a vérmágiával. Ilyenkor megvágja a kezét és egy vérgömböt tesz le a talajra, el se tudom képzelni milyen lehet, amikor menstruál, amivel le tudja fogni vagy fel tudja gyújtani a démonokat. A probléma, hogy ilyenkor ő maga nagyon legyengül, tehát hiába menő beszaladni az ellenséges csorda közepébe, kirakni egy vérgombócot és utána lekaszabolni mindenkit, ha közben egy erősebb széllökéstől meghal, az nagyjából kinyírja az egész tervet. De azért minden esetre jár a pluszpont, hogy látszólag ő az egyetlen, akinek eszébe jutott, hogy egy ilyen pokoli helyen pokoli hőségre lehet számítani. Number 5-e, Rawlings, a gyógyító pap, aki dupla pisztollyal tolja, amiket ráadásul gangsta stílusban tart, mert ő az utcában, his bitch! Ross mellett ő az egyetlen, aki képes gyógyítani a társakat, ráadásul ő távolról is, illetve el tudja szívni az ellenségek életerejét, most lendüljünk túl azon, hogy elvileg egyik ellenség se él. Én őt használtam a legkevésbé, viszont az AI kezében egy nagyon hasznos karakter, mert folyamatosan élezgeti az elesett társainkat, így nem nekünk kell ezzel foglalkozni. Amellett kifejezetten utáltam, hogy bár be lehet állítani a fegyvereit, hogy pisztolyként, shotgunként vagy gránátvetőként működjen, de állandóan magától visszaállítja, úgyhogy megint csak jó az ötlet, de így nem sok értelme van. Number 4 úr, Cole. Ő a Max Payne karakter a játékban, a fegyvere egy sima, egyszerű géppuska, ellenben a kezén lévő Falloutos okoskarkötővel be tudja lassítani az időt. Ezen kívül csak neki vannak gránátjai, és a kettőt kombinálva elég jó kis aprításokat tudunk véghez vinni. Frag out!
bár a gránátok eldobására nem mindig sikerült ráéreznem. Később ugyanezzel a kütyüvel erősíteni tudja a csapattársakat, illetve ő az, aki folyamatosan feltölti a csapat lőszerkészleteit, hogy ezt hogy a jó Istenbe csinálja, azt elképzelni se tudom. Magyaráznak valami olyasmit, hogy mindenféle matematikai összefüggésekkel a vérből valamit átalakít kilőhető ólommá, de... Hogy? Number 3, Jones. Telepatikus képességekkel bíró, enyhén halott tekintetű fazon, aki a legkevésbé különleges karakter lévén neki csak egyetlen képessége van, az említett telepatikus megszállás, amikor egy ellenséggel összekapcsolódva csörcsös hasonló köcsökségeket tud velük művelni, tehát lefogni vagy felgyújtani őket, plusz egy-két erre specializált fejtörőt is meg tud oldani, és ennyi az össze, amit tud, viszont nála van az egyik legjobb lőfegyver a játékban, ugyanaz, ami a tutorial karakternél rossznál is volt, és ha ezt a lefogós képességét kombináljuk a shotgunnal, főleg a játék második felében, akár az izmosabb démonok között is olyan alázást tudunk művelni vele, hogy az kész öröm. Legalábbis amikor nem gátolja a telepátia terjedését, a fal. Bravo! Number 2, Black a mesterlövész. Na ő egy nagyon beteg karakter. A sima lövedékeken túl rendelkezik gránátvetővel, ami zavarba ejtő távolságokban is halálpontos, és telekinézissel, ami sokszor kell majd játék közben falak és ajtók áttörésére, de az ellenségeket is pazarul lehet vele bögdösni, illetve felgyújtani, és a legmenőbb, hogy a kilőtt töltényeket is képes irányítani. Ezt egyszerűen imádom. Number one, természetesen Delgado. Egy tűzmágus, aki ezzel a gépágyúval akármelyik Quake játék főgonosza lehetne. Ő tulajdonképpen a játék Jolly Jokere. Ha eluntad a karakterek közti váltogatást, vagy épp egy nehezebb résznél vagy, akkor válts át Delgadóra és már is egyszerűbb lesz a dolgod. Az ágyújából 1000 töltényt tud kilőni újratöltés és túlmelegedés nélkül, jól is néz neki, ha egy tűzmágus túl tudna melegedni, bal kezéből egy Desert Eagle tud előkapni, ami felér egy gyengébb shotgunnal, iszonyatosan sok lövést kibír, a különleges képessége pedig a legópébb az egész játékban, vagy saját magát gyújtja fel, és mindenki másra közel elében, vagy kiereszt egy tűzsárkányt, ami nem csak azért jó, mert nagyon jól néz ki, hanem mert mindent letarol a pályán. Ebből a branchból már tényleg csak Casper Van Dien hiányzik. Ő lehetne Jericho. Velük fogjuk végiggyilkolni a bejelentett és be nem jelentett lakosságot, amik egytől egyig kivétel nélkül szenzációsan beteg külsővel rendelkeznek. Ez mondjuk az egész játékra igaz, az összes helyszín lenyűgözően gusztustalan. Nem véletlenül emelik ki Clive Barkert még a játék címében is, a híres író sokat áthozott a Hellraiser poklából a Jerichoba. Tocsogunk a vérben, hullákban, belegben, meg egyéb undorító dolgokban, legyek zümmögnek mindenhol, az ellenségek szét vannak vagdosva, vagy van rajtuk valami gennyes pattanás, ami alig várja, hogy felrobbanjon. Karóba húzott, keresztre feszített, kibelezett hullák és csontvázak mindenhol, egyszerűen lenyűgöző a Jericho világa. Lenyűgözően visszataszító, viszont tényleg szinte minden pillanatán látszik a belefetszölt munka, még úgy is, hogy minden konkrétan ugyanúgy néz ki, az első pályától az utolsóig. Hiába megyünk visszafelé az időben és járjuk meg a II. Világháború lövészárkait, a középkort, a római és sumér birodalmat, néhány emlékezetesebb helyszínt leszámítva, folyamatosan az lesz az érzésünk, hogy egy nagy összefüggő nyílt sebben lőjük keresztül magunkat. Mármint amikor éppen látunk belőle valamit, mert egy idő után határozottan fárasztó lesz, hogy minden tök sötét. Figyeljétek azt a csápoló tömeget, hát meg kell őket zabálni! Az egyetlen, ahol nem igazán működik a grafika, azok az arcok. Beszéd közben a karakterek úgy tátognak, mintha halak lennének. Ha már karakterdizájn, muszáj kiemelnem a bosszokat. Mindegyik annyira jól néz ki, mármint abban az értelemben, hogy értékelni tudom valaminek a szépségét, miközben jön vissza az ebédem, de tényleg egyszerűen lenyűgöző, ahogy ki vannak dolgozva, és nekik még az arcanimációjuk is büntet. Külön kiemelve ezt a hülye náci picsát, vagy Vikuszt, a hedonista rómait, aki úgy néz ki, mintha Jonah Hill megette volna az összes haverját. Hozzá kötődik az egyik legnehezebb boss harc is. Ready to beam up, Jim.
A karakterek váltogatásának hála a lövöldözés nagyon változatos, ami viszont probléma, hogy a legtöbb helyszín, különösen a játék elején nagyon szűk, és mivel az ellenségek fele olyan, hogy ha a közeledbe érnek, akkor berobbannak, mint a flatkeltetők a Halo-ban, csak ezeket még külön is olyan egyszerű, és egymást se robbantják fel, pedig örültem volna, így lesz nem kevés rohangálós, újraélezgetős káosz. És itt kell megemlítenem a mesterséges intelligenciát is, akik annyira azért nem viszik túlzásba az életben maradást. Sokszor volt olyan, hogy csapatostól rohantak bele a halálba, de legalább a képességeiket nem restek használni, így a mi dolgunkat is nem egyszer megkönnyítik. A kampány 4-5 óra hosszú, ami elég rövid, és semmi New Game Plus, vagy fejlődési rendszer, vagy extra mód, vagy gyűjtögethető cuccok, vagy multiplayer nincsenek. Ez utóbbit mondjuk nem értem, az egész koncepció üvölt egy co-op módért, de nincs. Gyanítom, hogy leginkább emiatt nem lett igazán ismert ez a játék, viszont maga a kampány annyira masszív, hogy simán elő lehet venni újra és újra. És alig van benne bug. Egyszer sikerült Delgadóval beszorulnom két kő közé, de egy sima karakterváltás megoldotta, illetve a dobozok kicsit furán viselkednek, de egyébként semmi az égvilágon. Én már legalább 10-szer végigjátszottam a Jerichót, nyilván fél egy évnyi szünetek közbeiktatásával, de mindig élvezettel daráltam végig magam rajta, úgyhogy az újrajátszási faktort maga a játékmenet biztosítja. Ami nettó lövöldözés, tehát ne legyen senkinek tévképzete, de végig annyira intenzív, hogy még az se lesz zavaró, hogy nem lehet se ugrani, se szaladni. Minimális logikai feladatok vannak, amik mindig valamelyik szereplő képességeit igénylik, meg van összesen kettő, amikor a csapatokat kell ilyen földön lévő kőkapcsolókra ráállítani. Ez már bőven a játék utolsó negyedében van, és nekem általában egészen eddig a pontig nem is szokott eszembe jutni, hogy ilyet is lehet, mármint irányítani a csapattagokat, mert annyira nincs rá szükség. Ja, meg vannak quick time eventek. Ez sajnos az a generáció, amikor minden rohadt játékba bele kellett erőltetni valahogy ezeket. Szerencsére nem nehezek, csak váratlanul szoktak jönni, így én rendszeresen meghaltam az első alkalommal. Amit viszont kifejezetten utálok ebben a játékban, és akárhányszor játszom újra, egyszerűen nem tudok megbékélni vele, az a befejezés. Az egy dolog, hogy a végső főbossz előtt teljesen váratlanul és felvezetés nélkül megölnek két Jericho tagot is, mert oké, legalább meglepő, de hogy a bossharc után konkrétan kiúszunk egy barlangból, látjuk az eget fél pillanatra és jön a stáblista, bármiféle lezárás nélkül, az egyszerűen annyira egy antiklimax, hogy visszafele öregszem tőle. Persze lehet mondani, hogy biztos akartak egy cliffhangert a folytatásnak, de nem, ez még annak is borzalmas. Mindent egybevetve, én nagyon bírom a Jerichót. Hiába a befejezése, a rövidsége és a kisebb-nagyobb hibái, van valamije, aminek hála többszöri végigjátszásra sem veszített a bájából, egyénisége. És ez az, ami egyre kevesebb játékról mondható el. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!